Sziasztok! Ez itt a délutáni jó kis maszek karantén Remélem jól vagytok karanténen innen és túl. A portugáliaiak már kiszörfözték magukat. Az olaszországiak is elmehettek a boltba. <kül> Lehet már sétálgatni. Nem mindenkinek. Csak némelyeknek, úgyhogy enyhül a karantén, ez bizakodásra ad okot, én kaptam szívfájdító üzeneteket. Sziasztok! Hello New Jersey! Hello Pécs! Kaptam szívfájdító üzeneteket, a fiúk már elkezdenek focizni a műfűvön. De az az igazság, hogy én nem igazán merek beleugrani ebbe még, mert nem nagyon látom, hogy ha bár szabad levegőn vagyunk, ez a sok fröcsögő izzadság, meg minden férfi testek össze Súrlódásából hogyan marad siet, grillezdani, <kül> hogyan maradhat az ember mégiscsak vírusmentes, vagy nem tudom. Hát legalábbis amíg Cecilia nem mondja, hogy férfiak menjetek focizni szabad térre, addig én nem annyira merem magamat kitenni a rizikónak, de hát lehet, hogy túlságosan félénk vagyok. No, van két megválaszolatlan kérdés, és az egyik az magával húzta azt is, amit most fel szeretnék olvasni. Aha, beszörfözött a live, a Portugália, elo elő. Milyen a tenger arra fel? <laughs> szóval két téma, két kérdés, amit feltettetek korábban. Az egyik az, hogy valaki kérdezte, hogy ö, említettem, hogy én szeretek Jézussal kávézni, és hogy ez mit jelent pontosabban technikailag. <laughs> sokkal kevésbé misztikus vagy szofisztikált dolgot, mint amit gondolna az ember. Szia, Józsi és haló Vác. Egész egyszerűen azzal kezdem a napot, hogy lelassulási célzatból vettem magamnak egy kávé darálót, vagyis magamnak darálom a szemes kávét, kávébabot. És közben a, ugye elkezdtük az elejéről olvasni a Bibliát, feleségem is én is, körülbelül párhuzamosan haladunk, ő már a Zsoltároknál, én meg a jobb könyvénél tartok, tehát így körülbelül a felénél, nem egészen a felénél, és arra szolgatunk szépen előre, és, és hát meghívom, meghívom Jézust is, hogy külön nem adok neki porat, de lehet, hogy lehetne, mint ahogy ugye a széder estén illésnek kihagynak egy helyet az ószövetségi zsidóság is, meg a mai mai zsidóság is, vallásos zsidóság is, és még be is kell engedni, ki kell nyitni neki az ajtót, hogy illésbe bejöhessen, hogyha éppen akar. Meg szoktam focizni az Istennel, az nagyon izgalmas, ma délután is fociztam. Tehát, hogy imádság közben, így a kertben a kicsi, a kicsi kapura, két két kicsi kapunk van, és azokra rugdosok, hogy egy kicsit nehezítettebb legyen a dolog, így az egyik kapu fölött át kell lőnöm, és a másikba kell beletalálnom. És nagyon érdekes, hogy mióta Istennel focizgatok, azóta állandóan kapufákat lövök. Hát Kanta sátán a villás igen, az, az egy mondjuk merészebb, merészebb műfaj, vagy, hogy, vagy, vagy szóval nekem, nekem kevésbé vonzó, de mindenkinek a maga kapaf -ja, vagy kapaf Szóval az az érdekes, hogy, hogy mindig ennek a kicsi kapunak a kapufáját találom -e, de olyan mennyiségben lövök kapufákat, mióta jó Istennel focizom, hogy, hogy, az már vicces. Tehát, hogy <laughs> kapufát azt effektíve sokkal nehezebb találni, mint magát a kaput, mert kisebb. És és már nevetek rajta tényleg, hogy eszelős mennyiségű kapufa sikeredik, és úgy érzem, hogy a Jóisten is ezen nevet. A kapufa az nem is számít kaput eltaláló lövésnek egyébként a statisztikák szerint, tehát arra is tanít, úgy érzem, hogy Portugáliában még mindig nagyon hideg az óceán, szóval neoprénben nyomják lógunk a deszkán, mint a fekete rozmárok, amíg nem jön a hullám, mondja Ágnes. Köszönöm szépen a tudósítást. Na. Azért ez a technológia, ez csak közel hoz egymáshoz, nem? És, na igen, és szóval tanít a, a nem eredmény hajhászú, euh, történetre, a jó Isten úgy érzem, mert, mert az kétségtelen, hogy, hogy ez egy pontosodó találati arány, tehát a gyakorlás pontosítja a lövéseimet, mert hogy a kaput eltalálom, de tulajdonképpen a kaput mégse találom el, tehát nem a gólókat halmozom, hanem a kapufákat. Szóval, de érezni lehet, amikor, uh, amikor, amikor nem Istennel focizunk, vagy nem Istennel gyakorlok, uh, tehát ugye lemegyek imádkozva focizgatni ide a kertbe, de, de, de érezni lehet a különbséget, amikor fejben nem, nem Istennel vagyok, és akkor abba hagyom a focizást, és akkor sétálgatva imádkozom tovább. No jó, uh, és valaki még kérdezte azt, hogy, hogy hogyan helyezem el magam a kortárs költészetben, vagy a igen, puskás is gyakorolta a kapufázást, csak mondjuk, igen, írja Grillus Dani, csak a puskás úgy gyakorolta a kapufázást, hogy a nagy kapu felső kapufájára rúgta a labdát, és az mindig visszapattant hozzá, és akkor megint rúgta, és ezt meg tudta csinálni legalább 10-15-ször. Azt mondják. Szóval az azért az, egy másik szint, de hát igyekszünk, próbálkozunk. <laughs> igen. De lehet, hogy ő is focizott Isten, ezt nem tudom. Na szóval, valaki azt kérdez, hogy hogy helyezem el magam a mai költészetben, vagy az utókor, vagy a nem tudom a távlati költészeti folyamatokban. Hát ez egy nagyon, erre nagyon óvatos dolgokat lehet csak mondani igazán. Kányádi Sándor bátyám mindig azt mondta, hogy ő nem költő, legfeljebb majd, ha megboldogul, akkor kiderül róla esetleg, hogy költő volt. Tehát, hogy a költő az mindig készülőben van, amíg nem hősi halott, addig, addig csak kortárs, vagy, vagy, vagy írogat, vagy, stb. Az én azt gondolom, hogy költőnek lenni az egy szakma, tehát szakmát tekintve költő vagyok, de, de hát most az, hogy szóval mondjuk én azt szoktam mondani, hogy, hogy remélem, hogy benne vagyok a, a száz legjobb mai költőbe, de azért ez is egy kicsit, hogy mondjam, olyan nagyra vágyó kijelentés, mert nem biztos nagyon-nagyon sok jó magyar költő van, és nagyon megtisztelő a közönség figyelme egyébként, hogy én tényleg a legismertebbek között vagyok. De hát ez most nem mondom, hogy nem jelent semmit, mert nekem nagyon-nagyon sokat jelent, és én azt gondolom, hogy, hogy, az a romantikus maszatolás, hogy majd az utókor, hogy minél nagyobb költő, annál kevésbé ismeri el a saját kora, ez őszintén szóval nem igaz, tehát, hogy erre lehet példákat hozni, hogy ez nem így van, vagy nem csak így van, így is van, meg máshogy is van. Tehát, hogy igazándiból én szeretek dialógusban maradni a korommal, mert megtehetem. És és hát aztán, hogy hogy mi lesz utólag, hogyha az ember egy kicsi irodalom történetet tanult, akkor látja, hogy ez nagyon kényes kérdés, mert tíz évek, húsz évek, ötven évek távlatában költőket teljesen elfelejtenek, írókat teljesen elfelejtenek, hatalmas életműveket. Tehát igazából. Hmm, Szóval nem tudom. De nem is, tehát, hogy olyan értemben érdekel persze, hogyha valaki egy időgébe megengedni betekinteni, hogy nem tudom, mit írnak rólam 50 év múlva, az, az érdekes lenne. Amúgy én nagyon jó, tehát, hogy kapóra jött nekem a kérdés, mert nagyon jó kapcsolatban vagyok a kollégákkal, nagyon-nagyon sokakat szeretek. Most is van egy rovatom, amiből nektek is olvastam fel a Képmás magazinban, ahol kortás versek, helyzírok, olyan novellákat, amelyek az, az, azt a vershelyzetet vagy azt a lírai helyzetet egy másik szemszögből mutatják, és az eredeti vers is szerepel ebben a a, a, cikkben, tehát hogy ez, ez egy picit ilyen és korábban is volt én sorozatom. Rengeteg magyar verset fordítottam franciára, másokkal, vagy egyedül folyóiratokban megjelentetve, egyébként teljesen, teljesen ingyen, de nagy-nagy de lelkesedés, -nagy lelkesedéssel, mert, mert, fontos dolog, hogy, hogy lássák, hogy, 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 hogy milyen dolgok vannak. Úgyhogy tényleg, és sokakkal lépek föl, vagy szoktunk fellépni Kapolcson is, egyebütt is, ugye Baró Dániel, Szabó a rengeteg-rengeteg nevet, Molnár Krisztina akivel közös könyvet is írtunk, Vörös Istvánnal is két közös könyvet írtunk, úgyhogy szeretem nagyon ezeket az együttműködéseket, és azt úgy, csapatszinten csapat szinten szeretek is a, a, mai magyar irodalomhoz tartozni. Azt egy kicsit kevésbé vannak ezek a picit zár, magukra záruló körök, amikor, ugyanaz a 10 vagy 20 ember ül egy kávézóban, és felolvas, mindig más olvas fel, és a többiek megtapsolják, és, és akkor kialakulnak egy nagyon furcsa, belterjes viszonyok, olyan, mint egy sakklub, vagy egy bélyeggyűjtő szakkör, vagy stb. tehát ennek van egy ilyen picit penészes levegője, amit hogy mondjam, tehát, hogyha mondjuk tíz évente visszamegyek, vagy öt évente, akkor nagyon nagy élvezet, meg ráismerés, hogy, hogy tényleg hát ezeknek mindnek ugyanaz a bolondériája, mint nekem. És jó olyan emberek között lenni, akik, akik ugyanazért őrülnek meg, mint én. De, de az, hogy ez legyen a kizárólagos közönségem, az úgy, úgy, nem vonzott, és megadatott, hát többek között a hála a kalákának, ugye. Itt van Grilus Dani, de nem csak azért, akkor is elmondom, ha nincs itt. Szóval nagy, nagy adomány, hogy, hogy veletek ilyen közvetlen kapcsolatban lehetek. Na de most nem húzom tovább, ez vezetett el, ez a kérdésetek valamelyiknek kérdése volt, ez vezetett el oda, hogy felolvassak a kortás, kortárs remixemből. Ugye tudjátok, hogy mi a remix? A remix az egy olyan műfaj, ilyen mulatós műfaj, hogy, hogy van egy ilyen hip-hop, vagy nem tudom én milyen alap, tuc alap, amire hát aztán mindenféle slágereket ráhúznak tehát ugye t, 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 hosszú fekete silávziú yeah, 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 Afrika és, tehát hogy <laughs> tulajdonképpen mindenféle kohézió nélkül az unca umca, umca, veszi magába az egy, egy ritmusú lüktetés, igen Katalin, azt a te kérdésedre válaszoltam az imént, úgyhogy ha visszanézed, akkor megkapod a választ és onnan jutottam tovább, hogy a kortársaim verseiből írt remix sorozatomat előadom nektek, ugyanis megcsináltam azt, hogy olyan versekből, amik mai versek, és nagyon szeretem őket, átírtam őket Vörös Sándornak a bóbita-bóbita formá, vers formájára, szóval. Jöjjön egy nagyon-nagyon szuper költő, akit nagyon kevesen írnak. Civilben egyébként közjegyző, tehát a legtöbb költőnek civil szakmája van. Én nagyon hálás vagyok a sorsomnak, a Jóistennek, hogy hogy, hogy megélek a tollamból idestóval majdnem egy évtizeden. Szóval, így hangzik az eredeti Filip Tamás vers, és utána jön a, a remix verzióm a, ugyanaz tehát ebben a bóvita, bóvita, hát tulajdonképpen félbenyesett hexameter formátumban. Nagyon gyönyörű vers. Filip Tamás egész nap. A versírás aféle aranyásás. Térdig a folyóban állsz, tűz a nap, s te a sodrásban kis szemcsék után kutatsz. Vannak eszközeid is hozzá, lapátok, vödrök, sziták, szavak csillognak a sárban, fényes kis eszme rögök, s neked rögeszméd, hogy hazavidd innen őket. De összegyúrva se válnak versé, mert verset írni annyi, mint aranymosónak lenni reggeltől estig, és ékszerésznek lenni egész éjszaka. Ugye, milyen kis tetszetős parabola. És így hangzik ez, ez mulatós, kortársirodalmi mulatósban, egész nap. Versfaragó aranyat mos, napheve fejre csurog le, térdig a víz, nagy a sodrás, vágyik a vágyik a rögre. Itt a lapát, szita vedrek, eszmerögök, rög az eszme, csillan a sárban a csillám, túrni utána rög eszme. Gyúrhatod össze a szemcsét, nem nemesül esül biza még át, nappal aranyt mosaköltő s éjszaka égszereket gyárt. Azért az jól látható időnként, hogy miért nem ebbe a formában írták meg a drága kortársak. Nagyon jól tették, mert ugye ez egy picit komikussá teszi a dolgot, de de közben kísérletként én nagyon élveztem ezt, és, és hát ez, ez a mulatos, mindent egy hangulatra felfűzős, vagy egy ritmusra felfűzős uh, szisztéma járt közben a fejemben. Nagyon szeretem Imre Andrásnak, Imre András így írja a nevét. Nak a verseit, nagyon-nagyon tárgyilagos, precíz, közben mégis rettentő érzékeny, és, és szóval tényleg csak ajánlani tudom a szövegeit, és a nyelvnek a játékaira hihetetlenül fogékony költő, Franciaországban is jártunk együtt felolvasni, és így tovább, komposzt című versét különösen szeretem, mert nagyon szeretem, amikor nem költői témák, nagyon-nagyon kétség Kívül és kézzelfoghatóan költői nem esülnek át, transzszubstanciáció átlényegülés. Szóval Imre András komposzt. Nem szalma lesz a fűből, nyúlósan, nyálasan zsugorodik, mint műanyag a tűzben. Azután szürke lesz és kérges, és tömör, mint a pala, vagy a műzmiselet. A kérgen tojás hé, elszáradt muskátli és kávézat. Esőben gőzölög, mint a vacogó kutyák. Ha belegondolsz, kertünk szégyene. Mégis, ha megszerkesztenéd az ingatlan súlypontját, kiderülne, ott van, igen, ott a sarokban, nem sejtett epicentrum, néptelen, betemetett fővárosunk, sugárzón, diadalittasan. Hát, hogy a komposzt, mint az átnemesedésnek a műhelye, mint az ingatlannak az epicentruma, ez szerintem nagyon szép kép. És van egy másik ö, hasonló, a, mely, melyik is talán a, az Ötújú rumpli nevezetű novella, ami a hasonló című kötetben jelent meg. Torni Lindgren nevezetű svéd szerzőnek a, a szövege. És képzeljétek el, hogy hát ott, 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 a, ott a, mondjuk a trágyadomba, beásnak egy illektéktelenkedő földmérőt, aki hát már nem, nem él, mikor beássák, és akkor a trágyadomb meg átnemesíti őt másik anyaggá, tehát ez mondjuk egy kicsit kevésbé szimpatikus történet, de, ha, de, ahogy a létünk hulladéka átnemesedik termőföldé, ugye ez szerintem nagyon szép metafora, komposzt, bóbita verzió. Széna sosem lesz a fűből, nyálasan úgy zsugorodnak össze a szálak ahogy csak tűzben a műanyag olvad. Mint pala műzli szeletke rétegesen tömörül majd, szöszte a fűs, a tojáshéj kérgesen összetapad rajt. Gőzölög itt az esőben, mint vacogó kutya szőre, szégyene ennek a háznak, mégis utóbb kiderülne, lám origója a kertnek és epicentruma ott van miért tanilag kijelölve, ott, igen, ott a sarokban, eltemetett birodalmunk, fény aurát vet a házig, hajdani büszke kihalt nép szent helye, messze sugárzik. Ugye néhol megmarad jobban, mert itt egy kicsit kicsit olyan egzameteresebb lett a hangzása, néha olyan elidétlen dal dalosodik, de hát nyilván ahogy a remixben adja magát a tartalom, és felfűződik erre a lüktetésre, felfűződik a lüktetésre. Nagyon-nagyon szeretem egy erdélyi költőnőnek, László Noéminek a verseit, Hihetetlen érzékeny, minden tud a költészetről uh, nagyon. Egyszer egy svéd lánynak olvastam fel egy ilyen költészeti táborban magyarul László Noémi verseket, azt mondta, nagyon szépek, nem értett magyarul természetesen. László Noémi fontossági sorrend. 17 napja számon tartom azt, hogy nem történik semmi különös. Reggel megébredek, a nap besüt, virágot öntözök, és nem tudom, mi mire ösztönöz. Végzem a dolgom, számolok és áltatom magam, holnaptól mindent felrúgok, de nem vagyok megrögzött lázadó, csak nyugtalan. Mert rég nem írok, rég nem olvasok, nyelem a port, a levegőt, szaladnak hetek, hónapok, felbukkan sok jó ismerős, sok apró fájdalom a nyakszírtemre ül, hogy leutazzék majd a hátamon. S ha kiderül, kerek, szilárd, áttetsző a szívem, csak annyit fontos megemlítenem, Rég nem kapaszkodom. És ugye egy ilyen banális mondat, aminek ekkora jó lüktetése van, rég nem kapaszkodom, tá tá ti tá, ti, tá" ugye? majdnem ez az Edward király, angol király, majdnem, csak rég nem kapaszkodom, tehát egy megtűzdet uh, jambus. És közben hát ugye a kapaszkodásunkra nem szoktunk a, szerintem tömegközében úgy gondolni, tömegközlekedésben, mint valami hát alapvető társadalmi, etikai, élettani gesztusra, pedig hát minden, ami él, az úgy meg akar kapaszkodni. Ilyen karanténos vers írja, írja Réka, is, és egy abszolút, abszolút karanténos vers, mert az élet egy karantén. És ugye, hát azt a dobozos Zsoltárt is azért írtam, mert hogy, hogy dobozból dobozba éltünk, és amikor vére bezártak minket egy dobozba, akkor aztán az összes többi dobozunkat iszonyúan hiányoljuk: a fitness dobozt, a munkahely dobozt, a nem tudom én, a, a bolt dobozt, a mindenféle, az étterem dobozt, a lift dobozt, a, az autó dobozt, ami körülvesz bennünket, és így tovább. Szóval, fontossági sorrend László Noémi nyomán, megint bóbitázva két hete semmi, de semmi, kelve a reggeli napban öntözöm itt a virágot, ösztönöm átkutatatlan, számolok, végzem a dolgom, hogy magamat hitegessem, holnap a vége kiszállok, persze, nem így teszem ezt sem. Nem vagyok én forradal már, van kicsi zűr idegemmel, mintha nem ír, se nem olvas már hetek óta az ember port nyelek és levegőt még, hónapok így tovafutnak, jönnek a régi barátok, fájdalom is tevepúpnak, ráül a hátra, a nyakra, végig utazza gerincem, míg kiderülne kerekded, fémes üve, üvegszerű szívem. Mondjak-e más egyebet még, kell -e keressem a jó szót? Fontos az is, csuda régen nem fogom én a fogódzót. Na hát itt aztán a vége ugye modorosabbra sikeredett egy nagyon nagyszerű uh, kortárs költő, akit nagyon ajánlok nektek. Igen, hát ez a megébredés, ez a megébredés, ez nagyon ilyen erdélyes, ez olyan kicsit, mint az örvendek, hogy rögtön leveszi az ember belőle. Ezek nagyon izgalmasak, ezek a pici játékok. Például én azt hittem tegnapig egészen, hogy az evetke az egy létező külön állat, na de az evetke az nem külön állat, hanem a mókus erdélyesen, ahogy kelempászmadárnak hívják Miskolc környékén, ha minden igaz. Ahogy a Miskolci moziban az is ki van írva, hogy makukázni tilos, de nem a kukázás tilos, hanem a makukát, vagyis a szotyolát ropogtatni tilos. Meg hát olyanok is vannak, feleségemnek volt egy évfolyam társa, aki erdélyi volt, és átjött az eltére művészet történet szakra, és hát akkor mindig mesélgette a történeteit, hogy hát a szeretőmmel így, meg a szeretőmmel úgy, de nem volt ő, nem egy valami kis faluból jött, de a nagyobb városból, csak a sajátos erdély vet használt, hát, mint, mint ahogy ott mindenki. És akkor valaki szólt nekik, hogy te figyelj, tudjuk, hogy ez ilyen erdély. Dialektus, de azért alapvetően ezt a szeretőt Magyarországon egy kecset másképpen értik. Tehát arra mondjad, hogy a szeretőd, akivel szinte csak szexuális jellegű kapcsolatod van, és más tartalma ennek nincsen. <laughs> és akkor rettenetesen kiakat szegény rajt, hogy mi, hogy a szeretőm? Az én szép szeretőm az, hát igen, igen, de hát, hogy ezen a tájon sajna, vagy nem sajna. Igen, és az iga, igekötőink ö, változnak. Én egyébként nem vagyok ilyen ö, igekötő fetisista, tehát ez a behalás például szerintem ez marha Lehet nem szeretni, tehát hogy te mindenkinek meg a szíve joga, hogy mit szeret és mit nem szeret a mai versből, mai nyelvhasználatból. De, 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 olyan néha nekem, persze tud nagyon modoros lenni, de néha nekem nagyon jó tud esni, vagy, vagy, vagy sokkal precízebb egy ilyen váltó. Tehát valami, valamiért azért a nyelv kitalál dolgokat, vagy a nyelvhasználók kitalálnak dolgokat, tehát nem teljesen véletlen ez a sok beigekötő sem, csak hát az is igaz, hogy persze, mert az, hogy bepunnyad ugye az, az, a punyadásnál még bejebb van egyel, tehát már azt sem nagyon tudjuk, mit jelent pontosan a punyad, de bepunyadni az, az punyadás a négy Igyzeten, nem? Szóval vannak, vannak, van ennek funkciója, csak de attól még lehet nem szeretni, természetesen. Szóval Markó Béla, fantasztikus költő, kicsit, hogy mondjam, el, uh, elkönyveltük hogy ja, hát Marko Béla RMDS izé, politika, de közben egy óriási nagy költői életmű, csak éppen neki meg az volt a szakmája, hogy politikus, és teljesen független ez, hogy most hogy ítéljük meg, vagy hogy nem ítéljük meg, vagy, vagy mit tudom, igen, hát elároklik az idő, írja Éva, hogy ez is milyen szép erdélyi kifejezés. Persze meg hát, hogy bécserélkezem az ajtós pohárt koppantok, ugye van már olyan töménységben is, hogy nem, nem, tud, nem tudja az ember követni ilyen budapesties nyelv Járása. teljesen jogod van Ildikó azt mondani, hogy nem, ne úgy használja, tehát ha be, nem, 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 kell használni a behalást akkor, hogyha nem tetszik, csak hogy a nyelv az úgyse arra fog menni, amerre az ember lelkes nyelv őrként, vagy pláne ilyen nyelv rendszabályozóként azt mondja, hogy erre mész, te büdös nyelv, nem arra fog menni. Tehát, hogy nem tudjuk, mennyi marad belőle, lehet, hogy semmi, ezekből a nyelvi divatokból lehet, hogy minden megmarad, és amit ma olyan szépnek, és olyan pat patetikusnak, pátoszosnak érzünk, abból semmi sem marad, és a unokáink már az a behalást fogják olyan, jaj, hát a nagyszüleim generációja még így mondta, de okay. Az uszu, a szotyola, mint uszu. Azt a uszúzni, nagyon jó hangzik. Hát, na ez gyerekeket, hát milyen jól hangzik, nem? És akkor most lehet azt mondani, hogy nem, az a szocsola, napraforgó mag. Tehát, mm, ahány ház annyi szokás, ahány régió, annyi szokás, ahány csoportnyelv, annyi szokás, sőt, ahány idiolektus, uh, annyi szokás. Úgyhogy, no. Szóval, úgy ígérte, ha meg nem gondolkozik, igen, ha meg nem gondolja magát, írja Grillusz Dani. Kórjelenség, abszolút, de kórjelenségekből, a, tehát hogy a, a mai nyelvünk, amit olyan nemesnek és szépnek érzünk, az, az a tegnap kórjelenségeiből áll össze, amikre iszonyúan prüszköltek az őseink. Ezt mondtam már példaként, de akkor megismétlem, hogy a, ha valaki azt mondja ma, hogy spejz, vagy azt, hogy eszcajg, akkor abban tudjuk, hogy neki volt polgári gyerekszobája. Ó, milyen a patinás szavakat használ. Na most a nagyanyámé generációja ettől idegbajt kapott, hogy ilyen undorító, ronda német jövevény szavak fúj, fúj, fúj. És, és mondjuk a Spice helyett, ugye, ami olyan undorító, ronda jövevény, a Kamrát használták, ami 200 évvel korábbi undorító, ronda jövevény. De most nem tök mindegy, őszintén, mind a kettőnek szerintem marha jó a hangulata. Na jó. Evetke nevű... Aha, aha, aha igen, Evetke. Ma van Evetke napja. Ó, hát ezt nem, na, no, ezt nem tudtam, ez a véletlen. Szotyi Motyi, így van, így van, így van. Azt mondja, hogy Markó Béla vers, egy gyönyörű Markó Béla vers. Akteleki példázat a szerelemről csak úgy, ahogy a cseppkő lent a barna üregekben, csak olyan lassan élni, hogy már holtnak lássanak, a lángokat eloltani, a robbanásokat visszafolytani, az izmok vibrálását hideg tenyérrel elcsitítani, a remegő idegeket leszorítani, ahogy a lentről felfelé és a fentről lefelé cseppenként növekvő alakzatok reménykednek, hogy egyszer összefornak, végtelen lassúsággal közeledni a célhoz, ahogy egy-egy sötét vörös vércsepp átúszik az ereken, ahogy a fájdalom nyugodtan, türelmesen vándorol bennünk, ahogy nem romlik s nem javul egyik napról a másikra semmi, ahogy egy hatalmas barlangrendszer időnként kikínlódik néhány áttetsző vízmorzsát a kövek hegyén, ilyen lassan kellene szeretnünk egymást, talán millió esztendő is eltelik, amíg szájunk egymáshoz ér. Így kellene vágyakoznunk, mert minden mindennel találkozik, ha majd a két test egymásra lel, az talaktit és a talagmit. Hát ennyire szikáran, ennyire érzelmes és bölcs vers, ez, ez szerintem nagyon ritka a fantasztika. Nekem nagyon nagy kedvencem, jöjjön! Akteleki példázat a szerelemről, tuc-tucra áthangszerelve bóbita formában. Úgy, ahogyan csak a cseppkő barna üregben a mélyben, élni de lassan, bárki halottnak ítéljen, folytani vissza a lángot, görcsös izomremegését, fogni le hűs tenyereddel, rezge, ideg, kusza kétség, úgy, amiként odalentről nő az a föntbe, nőteti cseppek esése, forna az oszlopa össze, lassú remény gyarapodni célja iránt törekedvén, úgy, ahogy úszik a vércsepp lenn az erek kötelékén, úgy, ahogyan csak a sajgás áramol által a testen, s nap-nap után kicsi romlás nem jön, amint javulás sem, úgy, amiként ez a barlang nyögve, ha néha kiizzad, morzsa vizet puha kőből, jobb, ha mi így szeretünk csak eltelik egymillió év, szád, éri a számat, vágyni csak így, de csak így kell végtelenül te utánad, mert hisz a minden a mindent éri, ha tested a testem, így tapad össze stalaktit, és a sztalag mit a hegyben. Na hát ilyenek vannak, és akkor jöjjön még két szöveg, az egyik egy nagyon nagyon megrázó, megindító szöveg, és megint nagyon nagyon tárgyszerű és tárgyilagos, és, és, és szinte, szinte banális részletből indul ki. Ennek a legnagyobb mestere, hogy úgy írni le ö, dolgokat, mintha csak egy technikai leírás lenne valami használati utasítás az élethez, ez orave címre kétség kívül. Ő mondta, hogy még egy időben ö, írtotta is a ö, írtotta is a a rímeket a verseiből, megírtotta. Igen, az ódához, tényleg a, a József Attila ódához, mint ahogy a mindannyian József Attila köpenyéből, orrából, füléből, nem tudom mely hajlatából, részéből pattogtunk ki, mindenkire, mindenkire hatott. Szóval Oravec Imrének a Meglelt Ölelés című művét szeretném idehozni. Nagyon javaslom neki, valaki ismerkedni szeretne, a költészete sodrásával, akkor egy kicsit félrevezető ugyan, de az 1972. szeptembert nagyon ajánlom. Egy gyönyörű szerelmes kötet, nagyon fájdalmasan gyönyörű szerelmes kötet, eszméletlen húzása van neki -e. És, és hát aztán, aztán, lehet ismerkedni a halászó emberrel, vagy a hoppi könyvével, fantasztikus egy költő tényleg. Csak ajánlani tudom. Meglelt ölelés. Apámat kívánságának megfelelően közös sírba, egy évvel korábban meghalt anyámra temettük. Még éltek, talán a mézes heteket kivéve folyton bántották, kínozták, szinte gyűlölték egymást, mikor elkorhattak a koporsók, átszakadt az elválasztó vékony földréteg, és a két test maradványai minden bizonyjal összekeveredtek. Szüleim így egymásra találtak végre, sikerült nekik a nem létben, mire nem voltak képesek a létben. ennél keményebben, ennél drasztikusabban megfogalmazni a szeretetlenségben búvó szeretet égséget, nagyon nehéz lenne, azt hiszem. És megvan az a nagyon-nagyon gyengét gondolatom, ami ehhez a vershez társul, nagyon szívszorító, hogy amikor Föltettük a www.doc.hu nevezetű honlapra, amit ketten indítottunk Jónás Tamással, hogy legyen valami kortás költészeti mérték a formálódó interneten. 2000-től 2003-ig, 2005-ig szerkesztettük talán, de akkor iszonyú sok energiát raktunk bele. És akkor föltettük ezt a verset is, és Laurent Gaspard Franciaországból, Párizsból bekommentált, hogy hát gyönyörű a vers, de ő azért, <laughs> ő azért egy igazi élő húsvér ölelést azt nem adna semmi, semmi nem túliért. Hát természetesen így vagyunk ezzel mindannyian. Pláne most, hogy ugye az ölelés az, az hiányzik manapság, és még nagyon ajánlom, Láng Zsoltnak van egy fergeteges novellál, novellája az Ölelő Ember címmel. Egy ilyen kicsit nem nem is cifi novella, de cifi disztópia, nem tudom én, példabeszéd, mese, ne, akármi, aminek veszitek, de nagyon-nagyon szellemes, fenn van az interneten megtalálható az Ölelő Ember, láng Zsolt novellája. Meglelt ölelés, Oravec címre verse, diszkó ritmusban bóbítázva. Vagy hát, hogyha úgy veszük, akkor tulajdonképpen időmértékesen, hexameteresen. Sírva temettük apámat úgy, ahogy ő is akarta, rá az anyámra, ki holt már, nincsen egy éves a hantja, nászutuk óta szünetlen, még amíg éltek a földön, nagy dühösen marakodtak vad gyűlölettel örökkön, korhatagon fakoporsók, lenbiz a szerteperegnek, omlik az átszakadó föld, elkeverednek a testek. Így, ami nem megy a létben, már sikerült a halálban, holt szüleimnek a csontja fekszik egymásra, találtam. És akkor zárásként még egy, hát, tőlem, még kettő van, és annyira szeretem ezt a Per Christian verset is, egy rövid perkristián Christian vers, és egy kicsit, csak kicsit hosszabb, 10-12 soros vastibor vers, hogyha megengeditek. Jöjjön Père aki szintén nagyon-nagyon megrázó, erejű öö, költő, keveset írt és publikált ahhoz képest, színházi munkái voltak sok-sok-sok, de most az utóbbi időben megint két kötete látott napvilágot. Ez egy korai verse, még mi egy nemzedékben indultunk körülbelül. Per Krisztián anatómia. A tüdőnkben van úgy egy liter levegő, amit bármennyire erőlködjünk és soha nem tudunk kifújni, de ha meghalunk, önként és önkéntelenül a világra sziszen, mintha belesúgna valamit egy halhatatlan fülbe. Ha születésünk óta ugyanaz a liter poshadna belénk, és nem cserélődne percről percre, mint ahogy cserélődik, ez volna, suttognám, a lélek. Azért ez mindenféle nyáladzás nélkül hihetetlen erősen oda van téve egy nagyon érzékeny, finom téma nagyon szeretem ezt a szöveget, és hát megint megbugivugisítva, vagyis bobításítva, így hangzik. Cirka liter levegő van benne a tüdőnk lebenyében, bárha kifújjuk az összest, ennyike megmarad éppen. Ám a világba kisziszen, majd ha halál jön elértünk, íme egy éteri fülbe súgja a titkot az énünk, Bárha mióta születtünk, sok-sok ezer kibelégzés, azt a litert lecserélni mégse segítene, kérdés, hogy nem-e poshatag ájér, mely tudom én, én, amíg élek, frissül akárha magától, volna-e súgom a lélek. Mennyire kell, hogy tudatos legyen a költészet a verse, és mennyire ösztönös. Hú, de jó kérdés, kedves Katalin. Még felolvasom az utolsót, és akkor nagyon röviden igyekszem rá válaszolni, vagy majd kitérek a következőben. Vastibor, aki néha be is szokott köszönni itt a, a, ebbe az élő karantén színházba. Miskolci költő, Miskolc környékén Hernát Kakon él, és fantasztikus euh, neo neoavangárd fantáziája van. Vastibor, a macskám meg a kaktuszaim. Kiborul mindig a kaktuszom, a macskám mindig kiborítja a kaktuszaimat. Hülye a szójáték, ha azt kell mondanom, mindig kiborulok ettől. Szeretem a kaktuszaimat, a macskámat is. A macskám nem borul ki, ha én ki vagyok borulva a macskám által kiborított kaktuszaimtól. Nem bántom a macskámat, rossz helyen vannak a kaktuszaim. A macskám szereti a napfényes helyeket, borogatja a kaktuszaimat. A borogatástól ferdék lesznek a kaktuszaim, és letörik egy-egy hajtásuk, amit szaporítani lehet. Hülye a szójáték, ha azt kell mondanom, vizes ruhával kell borogatnom magamat, ideges leszek, és felmegy a lázam a kiborult kaktuszaim láttán, nem tudom hová dugványozni a hajtásokat. A macskámat nem bántom, szereti a napfényt, a rossz helyeket, ahol a kaktuszaim vannak még mindig. Hát megint egy látszatra költőjetlen történet, és teljesen magánemberi, magánérdekű, akár Tandori Dezső verebeivel való pici pillanatnyi történések, de azért, azért csak megragadja a fantáziánkat, hogy a kaktusz és a macska mennyire hasonló és mennyire elütő figurák. Tehát a macskán általán semmi sejmesebb vagy puhább nincsen, de hogyha az ember megpróbálja Uh, hogy is mondjam, a, megpróbálja cincálni egy kicsit a macskát, akkor azért kimutatja a tüskéi fehérjét, hogy ilyen rondán fogalmazzak, vagy ilyen képtorlasztósan. Úgyhogy ennek most jöjjön akkor a bóvitás változata, és utána csak egy nagyon röviden próbálok válaszolni Katalin kérdésére. Kaktusz a kaktusz a gondom, sarjad a szürke panelben, ám kiborítja a macskám, és kiborít vele engem. Kedves a macska, a kaktusz, csak tudod, egy helyen állnak. Meg nem ütöm sose őket, szúra növény, mar az állat macska a napra kifekszik, itt a napos hely a rossz hely, rossz helyen áll az a kaktusz, nem csoda, hogy borul egyszer. Ferde a ferde a kaktusz, földre potyog le a hajtás, üsse a kő, szaporítom, jaj, borogas be ma pajtás, megy fel a megy fel a lázam, ám sose bántom a macskát, hisz neki kedves a rossz hely, kaktuszi macska szabadság talán nem véletlen, hogy Tibor ezt nem ilyen formában írta, mert így, talán, így majdnem ilyen kis kedves gyerekvers hangulata lett az egész történetnek, ami magában nem baj, csak talán nagyon eljutott attól a prózaiságtól, attól a játékos prózaiságtól, ami az eredetit jellemzi. Na hát szóval ez egy jó mulatság volt, és még van jó néhány vers ebben a ciklusban, csak ezeket hoztam nektek. Mennyire tudatos, vagy mennyire ösztönös a költészet, mindig sporthasonlatokkal szoktam élni, mert, mert pont annyira, mint a sport, tehát hogyha nincs benne ösztönösség, az baj. De ha nincs benne tudatosság, az még nagyobb baj talán. Üm, illetve, hát mit tudom én, tehát hogyha csak tudatosság van benne, az is bizonyos értelemben baj, mert nagyon-nagyon profi versek tudnak nagyon unalmasak lenni. De, de az van, hogy, hogy viszont az ösztönösség csak akkor tud jól működni, az ösztönös tehetség, hogyha nagyon-nagyon sok tudatossága van megalapozva. Ha küldenek verseket nekem, vagy prózákat, akkor, és kérdezi az illető, hogy mennyire tehetséges, kétfajta lelombozó válaszom van, az egyik az, hogy tegyen bele 10-15 évet, és kiderül, mert valóban így van. Hát ez egy szakma, hogy mennyire vagyok tehetséges a sugárhajtású repülőgépek vezetéséhez. Ó, oh, tessék beülni, majd kipróbál. Hát nem úgy van. Az agysebészethez mennyire vagyok tehetséges. Na, itt a szike, az próbál meg ecsém. Ó, oh, igen. Szóval csomót kell tanulni, 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 tanulni. És viszont, ha tanulok, 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 ugye minél többet tudok, mondta Jean-François Babuzi zongoraművész, annál szabadabb vagyok. Tehát annál több eszköz között választhatok, és választhatom ki a megfelelőt, és annál jobban érvényre jut az ösztönösségem, az ösztönös tehetségem. A gyakorlás nélkül, tanulás nélkül az ösztönösség az csak ilyen csapdosás, aztán véletlenül egyet, szóval, hogy mondjam, a szegfejét is el tudja találni véletlenül az ember, de azért az még nem szegelés, hanem csak egyetlen sikeres csapás. Hát ez most ilyen nagyon-nagyon, hogy mondjam, sommásan megfogalmazva lecsapva a labda. Vigyázzatok magatokra, ne üssetek a szegfeje mellé, főleg, hogyha ott van a kezetekes. Úgyhogy használjátok azokat a szavakat, amelyeket szerettek, és ne nagyon gyűlöljétek azokat, akik olyan a szavakat használnak, amelyeket ti nem szerettek, mert attól azok még nagyon jó szavak lehetnek, vagy nektek nagyon rosszak, de nem kell nem muszáj őket használni. Legalábbis ez az én filozófiám, és bárkinek lehet bármiféle más filozófiája. Azt ne felejtsétek, hogy minden áldott délben és minden áldott nap 6 órakor itt karanténszínház. Ez volt a 103. 103. adásunk, és nagyon-nagyon megindult szívvel köszönöm tényleg az adományaitokat. Itt a fejem fölött ott van a YouTube link, ahol a korábbi adásokon lehet korcsolyázgatni. Aki meg lekési az elejét, az, és van ideje utólag bepótolni, az visszatekerhet az elejére, mert hiszen megmaradt felvételként. Vigyázzatok egymásra, és vigyázzatok magatokra! Maradjatok otthon! Sziasztok!